Szobrászattal komolyabban 12 éves korom óta foglalkozom, amikor megnyertem egy megyei rajzversenyt egy szobrommal, és akkor úgy éreztem, hogy a szobrászat az, ami a leginkább alkalmas arra, hogy kifejezem önmagamat. Előtte próbálkoztam a festészettel, és azóta is festek, de a szobrászat felé fordulva kőszobrászként végeztem a szakközépiskolába, és az egyetemre is szobrászakra vettek fel. Mivel hogy párhuzamosan festek és szobrászkodok, tehát mind a szobraim, mind a festményeim tulajdonképpen hasonló témát járnak körül. Befelé forduló festményeim, de főleg a szobraimnál vettem észre, hogy az ősidők művészetére nagyon hasonló, azzal nagyon jól kommunikál. Mit értek ez alatt? Torzószerű Vénusz szobrokat kezdtem el készíteni, idol szobrokat, illetve különböző termékenységi motivumokat, kultuszokkal kapcsolatos témákban készültek ezek a munkák. Nagyon érdekel a primitív művészet, a kezdetek művészete, és a 20. századból a mindenre épülő művészetek, művészeti irányzatok, vagy művészek, például Picasso, vagy a Cobra csoport, vagy az Art Brut. És valami hasonló totemisztikus rendszerben gondolkodom én is. Prekoncepció nélküliek a munkák, mindig spontán alkotás közben formálódnak. Ez amúgy nagyon érdekel engem, mert közben figyelem magam, de főleg a végén figyelem, hogy mi született belőle, mint egy ilyen ima. Az ember nem gondolkodik előtte, hogy mit fog mondani, hanem csak úgy áramol a szó Isten felé. Valami ilyen áramlást szeretek a kézművészetben is.